Én sodrom már egy, azt hiszem 2 éve. És miért döntöttél úgy, hogy vagy mindig is sodortad? Nem, eleinte dobozosan vettem, aztán az egyik haverom elkezdte sodorni, megtetszett, és akkor olcsóbb is volt. Nekem megvan a hangulata is azóta, és azóta csak sodrom. Kézzel, gép nélkül, minden nélkül. Hát sodrom, mert gazdaságosabb. Sodortat szívunk, én mindenképp. Én töltöttet. Ő töltős, hát teljes átszokás. Már nem is nagyon. Már amikor megkínálok, akkor se fogadom a leginkább előre legyártott cigiket. És miért döntöttél te például akkor a sodort mellett? Első körben nyilván az anyagiak voltak, amik vonzók voltak, utána abszolút rájöttem, hogy igazából sokkal finomabb így szívni a dohányt. Már nem is érdekel a másik fajta. Teljes mértékben én töltöm, az is harmad annyiból kijön, és az előre gyártott cigitől már, tehát az első slokk után kapar, sokkal rosszabb, nem ízlik. A dobozosat vásárolom. És mindig is dobozosat szívtál? Sose próbáltad még a többi fajtát? Nem próbáltam, még mindig is dobozosat vásároltam. Dobozos. Kérdés, hogy miért? Egyszerűbb. Sokkal. Hát, hogyha dobozosat veszek, akkor nincs időm. Nincs időm betölteni. Amikor megtöltöm, akkor meg nincs pénzem a dobozosat megvenni, és akkor inkább szánok rá időt. Hát én mind a kettőt szoktam, dobozosat inkább, hát ezt ritkán veszek, tehát azért az drágább nyilván. És ezt inkább csak így magamnak melóba szívni, mert ott inkább jól esik a dobozos. Otthon meg általában a dohányból tekerünk cigit, mert sokkal gazdaságosabb, sokkal több kijön belőle. Kész cigarettát veszek. Én is kész dobozos cigit veszek. És miért vásároltuk ilyet, vagy esetleg próbáltátok már a másikat? Nem jött be, vagy meg van mások ennek, hogy miért? Hát így egyszerűbb. Mármint nekem legalábbis. Ja, én is lusta vagyok, azért. Meg jobban bejön. Szerintem az íze jobb. Nekem jobban bejön.